Hey kid, don't ever let them get inside your head. Zoli csak mosolyog. Zoli kész van, hajnalba jött. Mikor? Én hajnalba jöttem. De hánykor? Nekem beütött az a lelgő, és nem nagyon aludtam, és ilyen fél négy óta itt vagyok kb. Most van mennyi? 9? Ki hagyja a hülyeséget, de 7 bocsánat, óra csak múlt. Bocsánat, csak rád néztem, és szintén beütött, hogy 9 körül szoktál jönni, de valóságban 7:30 van, igen. Igen. Na. Össze vagyok zavarodva. És összeszedtél 4358 elemet 371 típusból. Itt van egy adag, két adag, három adag. Ez nagyon veszélyesen néz ki. Milyenek értékeled így a reggelt? Hát egy napi adagot sikerült megcsinálni, az ott 2500 darab az a tálca. Csak nagyon bízok benne, hogy a mérleg az rendesen leszámolta. Mert ezeket azért nem feltétlen volt kedvem leszámolgatni így kézzel. De ez jó volt, ugye ez most kipörgött még, több mint 4000 darab még hátra van viszont, plusz még ezeket is el kell csomagolni, úgyhogy egy rekord közeli napnak nézünk elébe szerintem. Igen, eléggé bedurvult ez a hó eleje, meg hó vége. Ez a húsvét úgy látszik, hogy mindenki legózni szeretett volna. Igen. Az első csomagot sikerült is elkészíteni, ugye ez volt az, amit Zoli átnézett, csak el kellett szépen pakolni, jó nagy adag lett. És itt a kövi dolog, amit már le kell ellenőriznem. Eléggé sokféle fajta alkatrész van benne, meg színes is. De amit meg szerettem volna mutatni, hogy a Dune-ből visz figurákat, és hát egy Lady Jessica-t, ez még tökre oké, és viszont a Dr. Liet Kynes-ből kettőt visszáll. És ezt nem teljesen értettük, hogy miért kell belőle kettő. Fogalmam sincs továbbra se, de... De így elbúcsúzzunk három figurától a dűnés készletből. Nézzétek, milyen jók dolgok vannak benne. Zoli megküzdött egy dán szeretett csomaggal, ami 328 alkatrészből áll, 146 típusból. Hát eléggé vegyes az egész, van benne két matrica is, ilyen szitis dologhoz, ami így kiszúrta a szememet, hogy nagyon tetszik ez a kísértett kastélyból volt ez. Igen. Kísértett kastélyból ez a nagy printált panel, ez nagyon mutatós, meg ez a kicsi is jó pofa, ez is ugyanonnan, de ez valami zseniálisan jól néz ki. Mert csak át kell nézni, és el is lehet pakolni, meg használva meg egy ilyen fél lovat is elvisz. Aztán most én is bekezdtem a rendelés összeszedésre, ilyen komoly méretűeket kezdek. Itt van egy Törökországba menő, nem is emlékszem, mikor volt utoljára török vásárlónk, hogy egyáltalán volt eddig, de biztos, hogy volt. Itt ez a két Axl érdekes, ez a Pin and Axl, ez a BMW-s készletből van, a Speed Championsből. És ja, igazából ezek, amik így, vagy ez a két alkatrész, ami úgy különleges. Aztán meg itt van ez a jófej kis Eraser a Lego Batman movie-ból, meg néhány ilyen nagyobb Bionicle alkatrész is helyet kap a kis csomagban. Aztán itt van még egy nagyon helyes kis csomag, ez Dániába megy, és a hörsögös készletből a kis csövek. Na, erre nem számítottam, meg Zoli se. Itt mosolyogtunk rajta, hogy hát, ez a hörcsög biznisz lehet, hogy tényleg működik, és hihetetlen Dániába ilyen alkatrészek. Nagyon vicces, nagyon-nagyon-nagyon vicces. Zoli, hogy bírod? Már másodszorra. Jó, de most nem a dobozba esett. Szóval, hogy bírod a Betli fekkezést? Ez fárasztó, mint aminek látszik. Ezeket a figurákat összepárosítani. Ugye most már elvesztettük a fonalat, már nem tudjuk, hogy hányat vettünk így az elmúlt időszakban. Sőt, most már ott is elvesztettem a fonalat, hogy hány van feltöltve, meg hány nincsen. Úgyhogy majd most ki lesz bogozva, hogy is állunk pontosan. De ez tény, hogy elég agyzsibasztó feladat ezeket így csomagolni. Elkészült egy újabb olasz meló, és szép kis változatos dolgok vannak benne, ami kifejezetten tetszetős, hogy visz két ilyen út alaplapot, kettő rámpát, amit hirtelen nem találtunk, hogy hol van, de aztán rájöttünk, hogy ilyen a soha nem kellő fiókba helyeztük el, illetve vissza egy csúszdát is.
De miért csak egyet? Miért nem többet? Még több is van. Szomorú volt. Meg elviszi azt hiszem az utolsó kis váltó kapcsolónkat, hogy a City-s vonathoz. Bekajált az 1x3-as fekete plétekből is. Ez mindig egy ilyen fájó pont, mert az sokszor elfogy. Kerítés, rács. Ja, eléggé kis változatos, mint ahogy azt említettem. Ott van Zolinak a lába, látjátok. Ott. Belejött a képbe. Remélem nem lukos az oknyi. Most kivételesen. Mi az, hogy kivételesen? Szóval összeszedtem egy újabb olasz rendelést. Ezek az olaszok nagyon elemükben vannak most. 20 féle alkatrészből áll, ami egy ilyen szerethető méret. Viszont 661 darab alkatrész, ami viszont kegyetlenül sok. Szóval kellett itt számolgatni. Ugye visz ilyen 1x2-es panelből, kis páfrány, 1x2-es plét, 1x2-es round plét, round brick, ez a ívelt sarok, aztán 2x2-es jumper, technikek, 2x4-es stylok, amire Zoli most büszke, illetve 13 darab 16x16-os plét, ugye ez a hullámvasútból volt. Fun fact, ezt én is meg akartam venni, de amire néztem, hogy lecsapnék rá, már nem volt fönt a boltba. Szóval sejtettem, hogy valaki megvette. És a 8x16-osok is erre mentek el, vagy ebbe a rendelésbe. És ez így egészen nyilvánvaló, hogy valamilyen terepasztalt épít, mert a Mills-hez, vagyis ez a moduláris rendszerhez ezek a cuccok kellnek, illetve ezek az 1x4-es színes technikbrikek, meg az összekapcsoláshoz többek között. Szóval így make sense az egész, és most már csak el kell pakolni. Ez is egy jó kis vasútépítős csomag lesz. 40 darab ilyen recés tetejű sínt viszel a vásárló, illetve a maradék 13 egyenes sínt, illetve 11 plusz 1 ilyen ívelt sín is elutazik. Szóval ebből állt 4 féle alkatrész, és 65 darab, hogyha jól emlékszem. Igen, 65 darab. Ez tetszetős volt. Elkészült már az utolsó rendelés, ezután már megyek is haza, de ne rohanjunk ennyire előre. 2 alkatrészből áll, egyfelől a 2 alkatrész is érdekes, meg a célpont is. Az egyik, ez a figura, ez kérem szépen, mindjárt megmondom mi a neve, Lord Crakenskull, és ő egy nekzólovagos tematikába tartozó figura, ami kifejezetten értékes, és látható is, hogy milyen különleges sisakja van például, nagyon jól néz ki a figura. Másik pedig egy alkatrész, ami ilyen Minecraftos építőknek lehet ismerős, ez egy ilyen nyak, ami pedig azért különleges, mivel fekete, és fekete színben csak ebben a figurában volt, ez a Wither nevezetű dolog, és látható, hogy 2 volt belőle, mi csak egyet találtunk meg, de ez is egy eléggé jó kis kincs, szóval megérte Zolinak előtúrnia valahonnan. És a célpontja ennek a csomagnak pedig Hongkong. Most pedig újra abban a szerencsében részesültünk, hogy meg tudjuk nézni egy tőlünk vásárolt alkatrész adagnak így a sorsát, vagy a felhasználását. Jó, mondjuk nem csak olyan dolgok voltak benne, amik tőlünk vannak, de az egy jelentős része az általunk összeszedett kockákból van. Szóval, hogyha emlékeztek az előző heti adásban, a nagyon-nagyon színes kis rendelésnél említettem, hogy egy Millennium Falcon lesz belőle. Nos, mert tudom, hogy a 75-375-ös tételszámú új midi-scale Millennium Falcon épült meg belőle egy ilyen nagyon egyedi verzióban, és most készüljetek föl doppergés, tü-tü-tü-tü. Na, ilyen lett, hát nagyon kis cuki, nagyon jól mutat, tényleg sikerült eléggé vegyesen összeállítani a színeket, tényleg a színskála jelentős részét fellelhetjük rajta. Nekem kifejezetten tetszik benne, hogy rengeteg élénk színt használt hozzá,
sárga, zöld, ez a lime árnyalat, kékek, tényleg eléggé jól mutatnak együtt. És hogyha már a készműről szó esett, akkor meg szeretném említeni azt is, aki csinálta vele, vagyis a fényképeivel pedig instán találkozhattok. Ő Hekla and Fix, vagy Hekla alulvonal Fix Instagram fiókot keressétek, és eléggé sok képpel találkozhatunk. Nagyon szépen meg vannak komponálva, tényleg élettel teli, jó rájuk nézni. Kis színes, kis szagos, kis... Nem tudom, nekem nagyon tetszik, amikor ennyi energiát és időt belefektetnek egy-egy ilyen kis kompozíciónak az összeállításába, és tényleg nagyon változatos a téma, szóval ilyen akár filmbeli jelenethez hasonló képek mellett láthatunk dűnéből is egy-egy jós került kis kompozíciót, rengeteg Harry Potteres dolog, aki Harry Potter fan, az itt jól érezheti magát, de a Star Wars rajongók sem maradhatnak ki, hiszen vannak itt is mindenféle kis apróságok, rengeteg Sith-is dolog is, ezek a téli képek nagyon kis szimpatikusak. Szóval, hogyha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor lessétek meg az oldalát, nagyon tudom ajánlani. Így Minifigures.hu-n mellett Heklát is nézzétek, kövessétek, és lájkoljátok a képeit, mert megérdemli. Tényleg nagyon szép és jó munkát végez. Itt van a kedd reggel, amíg az Andy bosszárta, mert ugye el vagyunk csúszva egy nappal. Nem elég az óra átállítás, még ilyen csonka hét is van. Zoli már összeszedett megint egy csomó mindent, most is épp nagyba számol. Hello. Hello. Ah, és még más hozzá tudsz fűzni? Ne videózzá, számoljad, mert jönnek érte. Nehéz ez amit mondani, mert kicsit úgy érzem, hogy én repetitív vagyok, hogy ugyanazokat ismételgetem, és az meg nem feltétlenül energiám, hogy újdonságokat kitaláljuk, hogy viccet meséljek, vagy... Jaj. Ja. Szegény Zoli nézte volna reggel a Bad Batch-et, de még nem volt fönt, és most hiányzik belőle egy Bad Batch adag. Kettő, mert dupla viszont. Szóval kettő. Én meg most elkezdek számolgatni, meg csomagolni, aztán meglátjuk, hogy mi a sztó rendeléseknél továbbiakban. Zoli összeszedte, én pedig át is néztem a következő rendelést, ami így ránézésre nem tűnik olyan durvának, de higgyétek el, ez egy eléggé kemény dolog, mivel 104 féle alkatrészből áll, és 598 darabot kellett összeszedni, szóval majdnem 600 darabot. 100 féléből 600 darab. Hát azért az nem kis mennyiség. Vannak ilyen kimagasló dolgok darabszámban, például ez a kis duplamaci sajt, plétek közül is vitt rendesen. Ugye itt a piros duplamaci sajt is szépen kopott. Mármint a mennyiség. Hát eléggé komoly. Kíváncsi vagyok, mi lehet majd belőle. Meg főleg, hogy ilyen általánosabb alkatrészekből áll, tehát nagyon kevés brick, rengeteg plate és slope. Szóval biztos valami nagyon komoly építmény lesz. Aztán ez volt egy kicsi csomag, 87 fél alkatrészből 759 darabot kellett összeszednünk, és nagyon meglepő módon ilyen medium azur, ez a világosabb, és dark azur, ugye a sötétebb, színű alkatrészekbe egy csomót elvitt, erre nem számítottunk, így egész egész jól mutat együtt a két árnyalat, a reddish brownokkal, meg a fellelhető néhány dark árnyalattal, például dark reddel, mint ilyenekkel. Azért vannak itt félelmetes mennyiségek, használt résznél, az innentől van, pedig egy-két ilyen érdekesebb dolog, 88-as reddish brown is, akkor kerékjáratív, lime színű, újból kettő dark tan, meg négy dark purple. Jó pofák. Na, csak el kell csomózni. GMI megint meglepett minket egy rendeléssel. Elvisz négy ilyen klippes hátú battle droidot, öt simát, négy phase 2-es clone troopert, egy shock troopert, egy assassin droidot, egy security droidot, 9 super battle droidot,
illetve néhány kis apróságot is. Hát erre nem számítottunk, de remélem valami izgalmas tartalom lesz majd ezekből. Elkészült egy elég nagy és elég értékes rendelés, tele van ilyen középkori cuccokkal, kezdve az oroszlán lovagok kastély a zászlóval. Zoli, mit hangoskodsz? Leborított meg a polcot majdnem. Nagyon ügyes vagy. Aztán visz egy kesejűt is, csomó páncélt, meg sisakot, meg pajzsot. Már lassan elfogynak ezek a pajzsok is. Ez szerintem a viking falukból van, ez a 6 darab kard. Aztán figuráknál a két troll is elmegy. Ez amúgy milyen jól néz ki, ez a reddish cropper, de megint nem tudom kimondani, reddish copper színű sakos, melvértes kis gonoszság. Akkor egy lópáncél, ilyet se sűrűn látni már. Itt is egy csomó sisak még, itt kb. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy régi, sötét szürke színű. Színes bukósisakok, szóval mondjuk meglepődtem. Akkor innen is a régi pajzsokból is megy, meg az a fekete toll, ami még nagyon értékes dolog. Szóval egy eléggé nagyon, sőt, nagyon korrekt rendelésről van szó. Zoli megint összeszedett egy eléggé nagy rendelést, egy ilyen 600 darab környékit, Németországba fog menni, és vannak benne érdekességek, például elvitte az összes új sár 2x2-es kockánkat, illetve az összes használatot is, ami ennyi volt. Szóval ezt most ünnepélyesen rá is öntöm, és elfogyott a sárga 2x2-es kockánk, aztán volt más is, amiből vitt mennyiségeket, ugye a frissen feltöltött használt, szürke tájlok, Zoli szegény nagyon sírt közben, hogy hát ezért dolgoztam ennyit, hogy most egyből aki megvegye mind, aztán meghallgatott a kérdés, és 100 darabot ugyancsak visznek ebből a pinből is, meg egy néhány bokor, ezek jó pofák mindig, szóval, ja, ez se egy kis csomag. Itt a csütörtök reggel, most nekivágok az ellenőrzéseknek, mivel Zoli hagyott itt nekem egy csomó mindent, amit át kell nézni. Van egy óriási nagy belga csomag, erre majd egy kicsit később kitérek, hogy milyen menő. Aztán vannak itt személyesek, illetve egy nagy, spanyolban menő csomag, de szerintem az sincs így a végéig megcsinálva. Van még meló rendesen, aztán pedig lehet majd bontogatni. Még az Oceanos akcióból szereztünk két típusú készletet, és el kell döntenem, hogy melyiket bontsam. Van a Family Tree, amiben nagyon komoly fekete alkatrészek vannak, meg jók ezek a növényi alkatrészek is, illetve a Harry Potter vonat, aminél meg nyilvánvalóan a vonatkerekek, a vonattengelyek azok, amik imádnivalóak. Még kitálom, melyiket bontsam. No hát, itt van az a belga rendelés, amit említettem, hogy még kitérek rá. Ez egy borzasztóan értékes csomag. Nagyon-nagyon drága alkatrészek vannak benne. 61 féle elemből áll, és összesen 173 darabnyi cuccot kellett beleszámolni. Vannak a Venátorból alkatrészek, például ez az óriási nagy felni, 2 darab, meg ezek a nagy cilinderek, ez viszont 4 darab. Ezek viszonylag ritkák még, meg elviszi a Venátornak a füzetét, egy adagot. Ugye az 4 füzetből áll. De ez is nagyon durva, hogy kb. Egy Venátor füzetünk maradt a 4-ből, ez azt jelenti, hogy 3-at megvettek. 3 ilyen nagy dögöt. Minek? Tök mindegy, nagyon örülünk neki. Akkor viszi a Bugatti Boldi, azt hiszem annak a matricáját, meg ezt a kis picit is, az meg a K2SO droidnek a matricája. Aztán ilyet se sűrűn látni, ez 8x32-es baseplate, ilyen kis amorf, de ez teljesen gyári. Akkor egy 16x16-os sötét szürke, ebben nincsen semmi olyan durván meglepő. Krokodil lokomotív füzet, a Boldinak a füzete, egy szabadságszobor füzet, meg egy Brickheads füzet. Ez talán a legmeglepőbb az egészben. A Venátorból a Clone Wars-os 20. évfordulós printelt kocka is elutazik. A Bugatti Boldiból mindenféle technika alkatrész, illetve annak is a fennéjéből 2. A Markolóból, a régi Volvo Markolóból az LS motor is elmegy.
illetve még ami jó pofa, mondjuk ez a kosár, meg ezek az alkatrészek, ezek a fekete, szürke technikek, ezek ilyen bentizes, ilyen építhető figurából voltak, ezek eléggé drága cuccok, illetve az a lime színű dolog, ennek nincs is rendes képe a Bricklinken, ilyen nagyon pixeles facak, ez több mint 2000 forint, tehát ez nagyon-nagyon meglepő, nagyon durva. Aztán ez is most került föl a Volvo csuklós kamionból, és ja, meg ezek a Venatorból, ezek a wedge-ek, amik még ugyancsak nagyon értékes dolgok. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva rendelés, nagyon meglepődtünk rajta, és elég király volt. Végre sikerült befejezni a spanyol rendelést, azt hittem, hogy soha nem érek a végére, kegyetlenül nagy 168 féle alkatrészt kellett kiválogatni, és 1440 darabot leszámolni. Hát ez nagyon-nagyon sok. És nagyon nagy mennyiségeket is visz, tehát itt újak közül arcsokból komoly pusztítást végez, akkor egyszer egyes brikkekbe is belekóstolt, mindenféle plétekből is visz. Utána kezdünk átevickelni a használt részre, itt is a brikkekből volt, amit teljesen lefogyasztott, visz egy csomó ajtókeretet is, szám szerint 8-at, ez már csomónak számít nekem. Itt is a plétekből azért lakomázott rendesen, még itt is vannak, 4x6-os, 4x8-as, 6x8-as, 6x6-os plétek. A slope-okból is rengeteg elmegy, 40 darab ilyen inverted, ebből meg 35, hogyha jól emlékszem, de talán a legkegyetlenebb így, mert a végén voltam, azt hiszem, hogy itt a vége végre, erre utolsó, nem tudom, 5 tételből volt ez, 127 darab egyszer-kettes csempét leszámolni, mondom, hát köszi szépen, de megvan. Szóval jó túl lenni rajta, már csak el kell csomagolni, és lehet végre bontogatni. Végül úgy döntöttem, hogy a Harry Potteres vonatot szedem szét, ugye 3 készletről van szó. Meglepő módon nem olyan nagy a összerakás jótmutató, elég egy kis szép. 3 matricaív összesen, illetve itt vannak a kis belső zacskók. Hát meglepő lehet nektek, meg most nekem is a korábbi hetekben látott mennyiségekhez képest egy ilyen kis 3 készletes betöltés, tehát néha ilyet is kell csinálni, mert nézzétek, mit vannak itt, egyenes sín, vonatkerék, csupa-csupa értékes dolgot is, egy csomó kerék még, szóval ezek mind nagyon-nagyon kellenek. Sikerült szétszedni a 3 vonatot, itt van az asztalon minden, vannak benne azért mennyiségek, meg nagyon sokféle fajta színből áll, vannak érdekesebb dolgok, ugye a vonat alkatrészek mindig jók, van egy csomó figura, akkor 2x2-es ívelt slope, ez egy nagyon jó cucc, rengeteg fekete alkatrész, aztán itt már vegyesen sötét szürke, világos szürke, mindenféle szín, van egy csomó fehér, tan, meg rengeteg piros, mert ugye piros színű a vonat. Most pedig nekiállok feltölteni ezeket, aztán meglátjuk, meddig jutok. No, és mára ennyi volt, idáig jutottam a Harry Potter vonattal, több mint a felét feltöltöttem, már csak a piros alkatrészek vannak hátra, amiben nagyon sok van, és nem akartam már belekezdeni. A tan, a reddish brown, az áttetszők, illetve a fehér. Ezért holnapra is lesz még egy kis meló vele, itt meg még néhány ilyen mennyiségi dolog. Azért rendeződik így a fiók helyzet is, majd nagyon sok ilyen kihúzott fiókunk még, tehát így jobban látszódik, hogy ezekben mind lehet pakolászni. Aztán még meglátjuk, hogy holnap mi lesz. Az biztos, hogy lesz reggel rendelésezés, utána a Harry Potter vonat befejezése, aztán meg kérdéses, hogy Family Tree lesz, avagy használtazás, vagy valami egészen más, amire nem számítunk. Itt a péntek délelőtt, Zoli már nagyon sok mindent összeszedett, már eléggé későn értem ide. Van egy
elég komoly személyes megrendelés, aminél ezeket a régi sineket viszi el, sinkereszteződéseket a vásárló. Ez nagyon, nagyon ilyen értékes kis csomag. Látva itt van még három kicsi, meg egy nagyobb rendelés, viszont sikerült megbotlanom benne, aztán kicsit összefolytak a dolgok. Most össze kell majd vetni, hogy miből mi hiányzik, aztán ja, ez van. Meg Zoli összette még az én rendelésemet is. Ez majd meglepi, hogy mi lesz, majd látni fogjátok szerintem a jövő héten kb. Hogy mihez kell. No, és ez a mai nagy rendelés, amit Zoli összeszedett, ez 62 fél alkatrészből áll, és 684 darabot számlál. Eléggé nagy része fehér, de azért vannak sárga, meg fekete alkatrészek is. Komoly mennyiségek, jól néz ki, nagyon mutatós, ilyen hát alap a alkatrészekből láttam, szóval nagyon sok plate, meg slope, meg tájból is akad, de mondjuk viszi ilyen nagy felniket is, vagy ehhez képest nagy felniket, vagy a kedvencem, hogy a centred slope-okból is visz egyet-egyet. Ugye ezek ilyen nagyon régi dolgok, ilyen Mars Mission, vagy mit tudom én, ilyen régi ilyen űrlényes készletekbe volt némhányba. Hát eléggé furcsa árnyalat, de egy érdekes, ezt gondoltam kiemelem. No hát, kész a csomagolás, mutathatja itt az üres terület, hogy már nincs itt semmi, illetve itt sincsen már semmilyen előkészített cucc. Ott vannak szépen becsomagolva a dolgok, és folytatódik a Harry Potter vonat betöltés. Ugye, minden úgy van, ahogy tegnap hagytam, szóval neki is leselkedek. Zoli közben visszaért a beszerzési útról, mivel eladtunk még egy malakot, és még nem volt itt a készlet. Ez már így a negyedik ártunk, és a negyedik malak, amikitől el lehet búcsúzni. Zoli elfáradt és boldog közben, illetve szereztünk még csomagolóanyagokat, amit megmutassunk, hogy ne. Kérlek, kapcsolja ki. Szóval a csomagolóanyagok. Nem árulunk el nagy titkot, hogy ugye mi is a készleteket többnyire ugye viszonteladóktól szerezzük, például a kocka.hu-tól, és náluk az a jó, hogy a nekik felesleges csomagolóanyagokat így el lehet hozni, mert jó arcok, és látjátok, hogy ők nem szaroznak. Nézzétek, mennyi folyosót szétbontottak, ugye az LSU-nos Brickling volt az övék, és hát ez nagyon sok. Ugye, oké, mi is belemartunk, és néhányat így feltöltöttünk, mint a fájszot, de hát ez, és ezt gondolom nem is az összes, szóval ezt azért is mutatom, mert ez nem mindennapi látvány, hogy ennyi összeáll. De ez milyen komoly már. Mindegy, egyszer mi is ilyenek leszünk, remélem, hogy ennyit bontunk egy-egy új készletből, és ilyen nagyok, és nagyon menők leszünk. Sikerült megküzdeni a Harry Potter vonatokkal, megint bizonyítékot szolgál az asztal, hogy üres pár percig, már csak az újonnan megtett fiókokat kell elpakolni, és jöhet a családfa. Így néz ki kiterítve a három darab családfa. Ugye, ez is egy ilyen kis gyors 10 órai lesz kb. Eléggé vegyes színben, itt a fekete dolgok azok, amik nagyon fognak kelleni, de azért ezek a dark red és red növény alkatrészek, mi az levelek is azért szimpatikusak. Aztán mondjuk ezek érdekesek, hogy fog-e kelleni valakinek, ugye ez a akasztó meg a képtartó. Szétszedtem a családfákat, vannak benne azért mennyiségek. Ez nagyon csini, ez a rengeteg piros levél. Meg ugye itt vannak ezek a képakasztós dolgok. Ennek még látom valami hasznát, de ez mondjuk nagyon jó kérdés, hogy mire lesz jó. És amúgy ezek ilyen reddish-orange színű alkatrészek, szóval most ebből is tesz egy kis mennyiség. A maradék rész pedig itt van. A feketéből van a legtöbb, nem meglepő módon, hiszen az a fa törzse. Ez egy csipesz. Végül sem tudom kérdezni, hogy valaki... Nem tudom, oda csipesszel valamit, hoppá, valahova.
Vagy tegyük egyből az önvesztedbe? No, fel is töltöttük a Family Tree-ket, azért voltak benne tényleg újdonságok, nagyon érdekes az a Reddish Orange árnyalat továbbra is, mellette így a sima orange az ilyen fakó dolognak tűnik, és most még meglátjuk, hogy mivel töltsük el a maradék időnket ebből a napból. Nos, úgy döntöttem, hogy használtázni fogok, a Zoli nagy kedvencét fogom csinálni, és válogatok. Plétek közül ilyen kettő sorosak, amit most megtetszettek, 2x7, 2x8, meg nem tudom mennyi, mekkorák, szerintem az egész skála itt van. Ezek, amik maradhattak, ez ami jó, de koszos, nagyon, szóval ez még úszkálni fog, ez pedig ami megy ömlesztetbe. És mindjárt nézek még valami mást is, amit át lehet válogatni. No, és itt van a nap vége, eléggé elment az idő. Itt vannak a 2x3-as plétek, ugye őket már láthattátok, a 2x4-esekkel bővült még itt a lista. Ezek át vannak nézve, minőségre, mindenre, szint-szint összeszedve. Csak le kell számolni és fel kell tölteni az adatbázisba, ez az Zolinak meghagyom majd hétvégén. Megcsinálja, azt mondta, és a 2x2-esnél volt egy óriási nagy zacskó, az pedig, na, már látjátok, ennyire kész vagyok, szóval szín szerint szétszedtem meg, ami nagyon szemetszúróan rossz volt benne, azt kivettem, de ezt még át kell nézni. Szóval ezt így hagyom itt, majd lesz vele valami, és ezzel ez a hét ennyi is volt. Remélem, nektek is tetszett, ez egy rövidebb hét ugye, 4 nap csak, plusz óraátállítás, teljesen meg van bolondulva az ember. Nem is tudom, mit szeretnék még mondani, mert megmutattam magamat. Higgyétek el, én vagyok itt, nem vették át, feladtam az uralmat, adtam a Lego figurák. Igen, szerintem mindent mondtam, amit szerettem volna. Vásároljatok sok Legót, lehetőleg tőlünk, aztán jövő héten újra találkozunk majd egy vlogban, illetve egy csomó izgalmas tartalommal készülök nektek, szóval maradjatok feliratkozva. Na, sziasztok!